Kevés olyan elvetemült állat van, mint én, aki ebben a jéghideg időben biciklire pattan. Én mégis ezt tettem, ugyanis el akartam ide jönni 60-ba, az Agyva partjára, mert nem tudtam ellenállni a csábításnak, hogy egy 1,1 milliárd forintból épült bicikli kalandparkot láthassak. Most látom is. Az a helyzet, hogy hiába került ennyibe, ezt nem csak hogy télen, de nyáron sem használja lényegében senki. Az EU pénzét Magyarországon nem arra használjuk, amire való. Nem az ország fejlődésére, fejlesztésére költjük a milliárdokat, hanem az éppen aktuális kormánypárt ebből fizeti ki a hozzáhű vállalkozókat. Természetesen komoly visszaosztásokért cserébe. Szeretnél EU forrást? Nos, akkor két dolgod van. Csak az ő politikájukat támogathatod, mert ha nem, elzárják a csapot és tönkre is tesznek. A másik feladatod pedig, hogy a pályázaton elnyert pénzből visszahozd a meghatározott részt nekik. A maradékból aztán te is lophatsz. Azok jól jártak véle, mert ugye azok keresték rajta sok pénzt. Hát a lakos mit ér, nem ér vele semmit a lakosok. Innen nézve egyáltalán nem meglepő, hogy az uniós pályázatok során vagy jócskán túlárazzák azokat, hogy legyen miből lopni, vagy pedig a megvalósításból spórolják ki azt, amit csak lehet. És ilyenkor születnek azok az abszurd és elképesztő beruházások, amelyekkel kapcsolatban nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk. Maga csak ennyi volt, 1 millió. Csak ez. Ezt a témát persze alaposan ismereti mindenki, aki egy kicsit is képes a dolgok mögé nézni. Az, hogy az EU-s pénzeket ellopják Magyarországon, már szinte közhely. A kérdés inkább az, hogy ez mennyire egyértelmű, miért nem történik semmi? Miért nézi végig a hazai és a brüsszeli bürokrácia mindezt? Először is nem igazán érdekelnek Mészáros úr bevételei. Nem tudom, hogy uniós forrásból vagy máshonnan származnak-e ezek. A hazai bürokrácia, különösen az ügyészség hozzáállásán nincs mit csodálkozni. Az ő feladatuk nem az, hogy feltárják ezeket az ügyeket, hanem éppen fordítva, hogy ezt megakadályozzák. Nem ők kontrollálják a kormányt, hanem a kormány őket. Ezt most ne is boncolgassuk tovább, nyilvánvaló. A kérdés az, hogy Brüsszel miért űri ezt? És persze erre lehet azt mondani, hogy Brüsszelnek semmi joga ahhoz, hogy a mi ügyeinkben kutakodjon, mert azt úgyis csak a befolyása növelésére használná. Alapesetben én is azon a véleményen vagyok, hogy a hazai szennyest ne vigyük külföldre, itthon próbáljuk megoldani a problémáinkat, de ez az érvelés itt nem áll meg, ez ugyanis egyáltalán nem alapeset. És hogy miért? Több okból is. Az első ok, ahogy azt korábban is mondtuk, Magyarországon az ügyészség egyáltalán nem teszi a dolgát. A második, mi vagyunk az a tagállam az Európai Unióban, amelyik nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez, ami finoman szólva is gyanúsnak mondható, csak nem valami titkolni valónk van. A harmadik és a legfontosabb ok, hogy ez valójában nem is a magyar adófizetők, hanem az európai adófizetők pénze. Ebbe a kasszába természetesen mi magyarok is befizetjük a magunk részét, mint ahogy mindenki más, de ez ettől még nem a magyar emberek, hanem az egész Európai Unió pénze, amely pénzből ráadásul mi nagyon sokat vissza is kapunk. És ilyenkor nem az a logikus, hogy a közös pénz elköltését mindenki maga vizsgálja ki otthon, hanem az, hogy a közös pénzt közösen vizsgáljuk ki mindenhol. Tehát nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Mindenki számára átláthatóvá kell tenni a folyamatot. Egy németnek joga van tudni, hogy mire költik a közös pénzt Magyarországon, és nekem is jogom van tudni, hogy mire költik Németországban. Pláne Magyarországon. Na, ez lenne az EU ügyészség dolga, amihez nem csatlakoztunk, és én ezért írtam alá az erről szóló aláírás gyűjtőívet. Már 800 millió forintot költöttek erre a beruházásra, és még korán sem tartunk a végénél. Körülbelül még 200 millió kell a tényleges befejezéshez. Pedig az eredeti tervek szerint itt 2014 óta már több mint 78 ezer turistának kellett volna évente megfordulnia. De tételezzük föl, hogy létrejön ez az ügyészség, és még mi is csatlakozunk hozzá. Megoldódna ettől a probléma? Sajnos nem. A helyzet az, hogy az EU nagyon jól tudja, mi zajlik itt nálunk. Ha valaki fél az atombombaként emlegetett hetes cikkeitől, a költségvetési források megvonásától, azt megnyugtatom. Az EU csak csörgeti a kardot, eljátsza a dühös fiút, a szőnyeg szélére állítja Orbánt, de Brüsszel sohasem fogja ledobni ezt az atombombát Magyarországra. Ez persze jó, mert abba az ország belerokkanna, de az már baj, hogy az EU semmilyen más érdemi lépés sem fog tenni, hogy megállítsa a korrupciót, mert ez nem érdeke. Miért? Ennek három oka van.
Az első, az Európai Unió vezetői is korruptak. Egyszerűen nincs meg az erkölcsi alapjuk egy valódi elszánáshoz. Ha a megtisztulási folyamat elindulna, ki tudja, hol állna meg. Biztosan nem a magyar határnál. A másik ok az, hogy az Európai Unió legerősebb gazdaságának, Németországnak számtalan magyarországi érdekeltsége van. Addig, amíg az itteni cégeik termelik a profitot, miért is lenne érdekük egy magyarországi gazdasági krízis? Az ugyanis számukra is veszteségekkel jár. A harmadik ok, és talán ez a legkellemetlenebb, hogy az Európai Uniós pénz, ami Magyarországra érkezik, az itt lévő külföldi cégeken keresztül nagyobb részt visszagurul nyugatra. A pályázatokon ugyanis ezek a cégek sokszor a magyar cégekkel konzorciumban indulnak, hogy a magyar fél ellopja a részét. Nos, ez őket nem érdekli. Amíg ők is nyernek, amíg a beruházás során az ő eszközeiket, termékeiket veszik meg, amíg az ő gépeiket bérlik és a többi, vagyis amíg az ő hasznuk is kijön, addig félre fognak nézni. A dühös magyar választópolgár ugat, a korrupciós karaván meghalad. Erről beszélt Günther Oettingen biztos egy őszinte interjúban. A helyzet tehát egyszerre szomorú és bizarr. Az EU komoly milliárdokat küld Magyarországra, hogy versenyképesebb legyen, de mi egyre versenyképtelenebbek vagyunk. Ebből a pénzből nő papíron a gazdaság, de a növekedés profitját a kormány ellopja. Ebből, az ellopott profitból Orbán fenntartja azt a rendszert, ami szabadságharcot imitál az ellen a Brüsszel ellen, ahonnan a pénzt ellopta. A meglopott Brüsszel pedig eljátsza, hogy fel van háborodva, de valójában esze ágában sincs lépni, mert ez az egész a nyugati cégeknek is jövedelmező. 2004-es csatlakozásunktól számítva egészen 2017-ig Magyarországra 11 ezer milliárd forintnyi uniós pályázati támogatás érkezett. Hogy ez mekkora összeg, azt nagyjából úgy tudod elképzelni, ha leírod a papírlapra a 11-et, és mögé teszel 12 darab nullát. Óriási összeg, felfoghatatlan szám, és nem tudom, hogy vagy vele, de ha körülnézünk az országban, akkor ennek a nyomát sem látjuk. Durva, nem? De. Pedig azt még nem is mondtam, hogy van valaki, akinek ez egyáltalán nem buli, ez pedig te vagy.